Jó estét kívánok! A heti libazsírban Szegvári Katinak egy nagyon jó kis meglepetése van az önök számára. Elhívta ide. Na, kit hívtál? Nem mered Gulyás mondani? Gulyás Dénes. Azt hittem, hogy elmondod. Jó, tehát Gulyás Dénes, Kossuth Díjas operaénekest hívta meg, és én meg nagy örömmel csatlakoztam a meghíváshoz, mert én nekem van egy körülbelül fél fülem, amivel tudom értelmezni azt, amit hallok. Nekem meg a kedvenc tenoristáim egyike, úgyhogy köszönöm szépen. Muszáj volt elhívni. Úgyhogy én a szemtelen és szakszerűtlen kérdésekért leszek felelős, de azért, hogy ne ezzel idegesítsem magukat, bejátsszuk azt a Szegvári Kati és Gulyás Dénes közösen választott részletét, aztán utána beszélgetünk. Nehogy azt higgyék egyébként, hogy nyugodtan, csöndben lehetett volna hallgatnom nekem, hanem a két emberit mellettem egyfolytában végigdumált. Ráadásul én tegezni fogom, mert olyan régen jutottam az első rendezésén. Mi meg majd forgattam. Az adás után fogunk csak összetegeződni, mert én most ismerkedtem meg Gulyás Dénessel, aki közben azt mondja, hogy nem üvöltjük azt, hogy dulce odőr, vagy nem tudom. Dulce odőr az édes illata a virágnak. Oké, bocsánat. Igen.
Tényleg géplakatos volt eredetileg? Azt megtanultam a szakmát, igen, mert rossz tanuló voltam, és nem vettek fel a gimnázium, úgyhogy apám azt mondta, hogy tessék menni, nem lébecolunk. Büntetésből? Nem, hát hogy csinálj valami értelmes dolgot, menj és tanulj, és akkor a szakközépiskolába érettségiztem, és úgy. Hát megvan a bizonyítványom ebből, de a szakmában nem dolgoztam. De akartam kérdezni, hogy bármivel, hogyha szembe találkoznak. Hát most ez arra jó, ez a szakképzettség, hogy az egyébként zseniális műszaki érzékel megáldott feleségem, ha csinál valamit, akkor azt mondanék, hogy ne úgy csinál, nem úgy a jó. Ehhez egyébként nem kell szakmunkás vizsgálat, bármelyik pasi tudja hozni. Ez igaz. Mikor jött rá, bocsánat, csak én, nekem friss hús, hogy mikor jött rá, hogy egyébként énekelni tud? Arra még mindig nem jöttem rá. De nem, ez komoly, ez egészen komoly. Az, hogy az ember valamilyen módon csinálja azt, amire úgy érzi, hogy teremtődött, az csak kétségeket vethet fel, optimális esetben bármiről van szó, szerintem. Ha mindig meg lettem volna győződve arról, hogy hát az tökéletes, amit én csinálok, és nagyon jó vagyok, és hát hibátlan vagyok, abban a pillanatban lettem volna 0-0 a pályán. Szerintem csak a kétkedés visz előre. Ehhez képest Pavarotti elég biztos volt abban, hogy te jó vagy, mert hogy nem csak, hogy megnyerted ezt a bizonyos Pavarotti versenyt nagyon fiatalon, hanem utána még egyengedte is az utadat. Hogyne. Én utána kb. 10 évig dolgoztam Amerikában, sokszor találkoztunk, voltunk együtt. Te azért ott a peremkerületből elég nehéz lett arról álmodozni, hogy te egyszer a Met színpadán milyen állsz. Milyen peremkerület? Ráadásul nem Kőbányán, elég, hogy géplakatos, még Kőbányán. Peremkerület is? Kőbányán, ami egy nagyon klassz helye egyébként. Most járok ki, mert az általános iskolás osztálytársaimat 50 év után találkozunk minden éve kétszer-háromszor, és jó részt Kőbányán laknak. Nagyon, ott az egy kemény vidék volt, egy más korszak volt. Én amikor Amerikában dolgoztam, tudom, én anyámnak úgy írtam, hogy nem levelet írtam, hanem kazettát. Igen, és akkor egy 50 perces vagy egy órás kazettát elküldtem neki, és azt mondta, te anya, hogy a fenébe kerültem én Kőbányáról a Cserkesz utca 14-ből Miami Operaházba? Vagy a Metropolitanbe. Vagy a Metropolitanbe, vagy az összes többibe. És ez mai napig is egy elképesztő, hogy mondjam, nehezen megérhető út. Igen, de közben az, amit én csináltam, tehát végighallgatva azokat a felvételeket, amit mondjuk a Metropolitanben broadcast, tehát rádió élő közvetítésben énekeltem, premier volt, 4 ilyen volt. Rózsa Lovag, Mászné Manon, Bohém Élet, Rigoletto. Hogy hallgatom, és azt mondom, hogy júj, ez nem jó ez a hang. Júj, itt egy 8-at hanggal alacsonyabban vagyok. Júj, ez nincs, ez a hang nem elég fény. Szóval soha nem volt az elmúlt most már 47 évben az az életemben, hogy azt mondtam volna, hogy 100%-ig, ez igen, ez rendben van. Szerencsére mások nem így láttak. Ilyen. Nem. Hát az furcsának tűnhet ez, vagy ilyen okoskodásnak, amit mondok, de annak én örülök, hogyha az embereknek tetszett az, amit én csináltam, de az az ő magánügyük, és az, hogy én meg mit érzek abban nem jónak, vagy másképpen csinálnám, ha tehetném, az meg az én ügyem. Tehát ez... Mit mondott Pavarotti, mikor megnyerted a versenyt? Gratulált, és? Hát van egy kép a birtokomból, ahol így magához ölel, és hát utána azt mondta, hogy hát én nem akarok Rigolettót énekelni Houstonban, hogy elvállalnád? És én így kerültem Houstonba. És elájultál azért, amikor... Hát örültem, persze. És akkor már tudott angolul, vagy tudott olaszul? Nem, egy szó, csak amikor először voltam New Yorkban, az ezelőtt volt egy koncert az Avery Fisher Hallban és a Carnegie Hallban, ahol Mercadante Il Giuramento című operájának a tenor szerepét, illetve Hovhannes Csinában az Andrei Hovanskit énekeltem. A Hovhannes Csinát a Carnegie Hallban és a Mercadante operát az Avery Fisher Hallban. És aztán érdekes módon 2 évvel később New Yorkban, a Metropolitanben a Hovhannes Csinát el is énekeltem az Andrei szerepét, Marty Tavel. De hogy tanultad meg? Az orosz szöveget? Meg az angolt, meg az egyáltalán. Amikor először voltam ezeken a koncerteken, akkor nem beszéltem angolul. Előtte próbáltam ilyen lingafonon tanulni, de hát az ember csak ott tanul meg. De aztán, amikor először voltam úgy, hogy 3 hónapig megszakítás nélkül, akkor a 3. hónap végén már
szinte folyékonyan beszéltem, és akkor nem volt baj. De hát általában ezeken a produkciókban az operaének egy nemzetközi társaság van, ahol olaszul beszélnek, én olaszul viszonylag jól beszélek, tehát akkor azonnal megértettük. Ez az érdekes az volt, amikor megérkeztem New Yorkba, akkor azt mondták az amerikai kollégák, hogy jaj, de jó, hát akkor ez megy, meg az anyagint is énekeltem San Franciscóban oroszul. És akkor azt mondták, hogy jaj, de itt van, hát akkor te nálatok ugye Magyarországon mindenki beszél oroszul. Hát, mondom, nem. És azt akarták, hogy én korepetáljam őket az orosz nyelvre. Azt mondtam, hogy gyerekek, az ne, az keressetek valami korepetítót, mert nem. Tehát egész másképp volt, más kép alakult ki az amerikai kollégák fejében egy vasfüggöny mögül érkező fiatal emberről, hogy az milyen, meg hogy értett. Például azért visszasasszézhatnánk oda, hogy derült ki, hogy tud énekelni a saját maga számára? Mondom, hogy mai napig okay, nem derült tudom, ki. Nem tud, de akkor nem derült ki, hogy engem a zene nagyon... De hogy érdekli a dolog. Igen, az de már a nagyon korán. Csoportunk, már bocsánat, maga sokkal fiatalabb, de azért mégis inkább a rockzene felől közelített akkoriban, és nem az operákra gerjedt. Most nagyon töröm a fejem. Igen, volt egy ilyen fiatal kamasz időszakom, amikor megtanultam gitározni, és az összes omega meg illés számot üvöltöttem otthon, de ez tartott körülbelül 3-4 évig, és amikor a zeneakadémia, sőt, tulajdonképpen ez párhuzamos volt azzal, amikor úgy megérintett a komoly zenének a varázsa. Azt mitől érintette meg, és mikor? Azt én nem tudom. Azt nem rádióból tudom, vagy hordag? Nem, voltak, biztos emlékszel rá, vagy ön is emlékszik arra a Supraphon lemezi játszóra, aminek ilyen a tetejét kérdezett, és az volt a hangszóró. Igen. És ezt vették a szüleim, és akkor anyám mindenféle komoly zenéket vett. Többek között Brahms kettős verseny, Csajkoszki Béhon zongora verseny, ilyeneket. És én gyémánt tisztán emlékszem arra a pillanatra, amikor a Brahms kettős verseny második tétele megszólalt, és olyan voltam 13, 12, 15, és azt mondom, és egyszer úgy éreztem, hogy nem tudok megmozdulni a gyönyörűségtől, ettől a zenétől. Soha nem hallottam előtte Brahmsot, vagy a Csajkoszki zongora versenyt. Tehát ott valami az emberben úgy van születése pillanatától, sőt, talán fogantatása pillanatától, és akkor egyszer, mint valami ilyen katalizátor történik valami, és attól kezdve annak nincs vége. Tehát ez így működött. Operában mikor volt először? Hát olyan 10 éves horma lehettem, azt hiszem, hogy Rigoletto volt, igen, és akkor elvittek az anyámék, és hát ott énekeltek meg. Sőt, hát az első, korábban, amikor a Di Stefano itt volt Budapesten, és Bohémet énekelt, és azt hiszem a rádió, hogy a tévé közvetítette, emlékszem, és ott hallgattam, és ott mind az egész család ott, és itt van a Di Stefano, és hogy micsoda. És tényleg az volt az első élmény, hogy ez így tud énekelni, és a Rigolettóba pedig, amikor nem értettem, hát a gyerek mit ért azon, a gyerek mi, úgyhogy ha grundon bunyóztunk, és valakinek nagyobbat behúztam, az akkor ott lefeküdt 3 percre. Itt meg leszúrják a nőt, és 1/4 órát még énekeltem, ezen nevettem, és az anyám meg láttam, hogy potyogtatja a könyvét. Pláne előtte zsákba hurcibálják őt. Igen, úgyhogy hát ezek a gyereknek a reakciói voltak. De hát az igazi első, ahol én úgy észretértem, hogy én miért tudok egy dallamot első hallásra tisztán szöveggel, ritmussal végigénekelni. Ez a nagyapám volt, akinek egy ilyen stentori tenor hangja volt, egy hős tenor hangja volt. Kádármester volt, soha nem került a pályára, csak amatőr énekes volt, és kádármester volt, és segítettem neki fűrészelni a kemény fát, a tölgyfordot. És ritmusra énekelt az öreg, hogy megyen már a hajnal csillag lefelé, és így húztuk ritmusra. És én meg a végén álltam, az öreg persze, hogy belekap a fűrész a fába, és az öreg ezt így énekelte, meg azt a második, harmadikat, és azt mondta, hogy na, most akkor énekeld el ezt, fiam. És emlékszem, hogy megállt a fűrész a kezében, mikor az elsőre elénekelt ezt a megyen már a hajnal csillagot, és úgy jelent, hogy lagos szárú kis cizmára, nem lakos, a lagos szárú kis. És én azt elsőre visszaénekeltem, hogy így kell lesz, papa, így? És azt mondja, így. És akkor ez volt az első. És aztán, de mondom, ebben van valami misztérium. És senki nem mondta, hogy kéne tanítatni a gyereket? De. Ő mondta utána az apámnak, hogy hát zenére kéne tanítatni, igen. Tanítottak is zongorázni, csak hát nem volt pénzünk zongorára nagyon. Szegénységben éltünk tulajdonképpen, mind nem éheztünk, nem nyomorodtunk, de hát arra nem volt, hogy vegyünk egy pianinót, tehát arra nem volt pénz.
És akkor az anyám lerajzolta a zongora klaviatúrát egy ilyen hosszú kartonlapon, a fehér-fekete billentyűket, hogy kvázi mind a liszt, amikor Néma zongora. Ezt megírtad a könyvedben is, igen. És akkor, de hát ezen nem lehet megtanulni, úgyhogy 2 vagy 3 év zongoratanulás után abba hagytuk, és akkor aztán cselgáns bajnok akartam lenni, meg kamionsofőr, meg mit tudom én, mert a kamasz gyerek. Az alkata meg volt hozzá, meg, kamionhoz és a cselgáncshoz is. Sőt, hát cselgáncshozni jártam ide a Spartakuszba. Oké, csak oda akartam visszakanyarodni, hogy nem ütötte szíven az, amikor kiderült, hogy van hangja, hogy akkor ezzel kéne foglalkozni, amikor Brahmsot meghallgatta, hogy a zene nem állt össze ez az egész, de, hogy de. Akkor énekelni kéne? De az, hogy nem is az, hogy énekelni, hanem az, hogy engem ez a történet, hogy megszólal a ez a dallam megszólal a Brahmsnál, és én úgy éreztem, hogy ki a fene nyúlkál itt bennem? És akkor 10 perccel azelőtt a Csajkovszki Parkban a táskámon a havon így, az volt a szánkó, benne a tintás üvegben csúsztam le. Tehát, hogy valami, én hiszek ebben, hogy van, hogy, és aztán persze, későbbi olvasmányomban ki is derül. Hívják. Meg hogy van valami, ami egyszer csak meggyújt benne. Lehet, hogy például nagyon jó orvos lett, ha szerettem volna orvos lenni. Lehet, hogy nagyon jó orvos lettem volna, de nem arra felé mentünk. És akkor most azt sajnálnám, hogy miért nem énekeltem. Ahhoz képest, hogy mennyire szerettél énekelni, meg tanítod is, arról majd beszéljünk. Eldöntötted, hogy te többet nem fogsz énekelni. Igen. Én ezt egy kicsit sajnáltam, aztán egyszer csak, mint vetőkártyában a hirtelen öröm, megjelentél a Denevér színpadán, én meg elmentem Pécsre, ahol te igazgató vagy, és akár minden darabba énekelhetnél, ha már hogy zeneigazgató vagy. Igen. És akkor a Denevérben mégiscsak úgy döntöttél, hogy énekelsz hosszú-hosszú kihagyás után. Így van, már 2 év kihagyás után, de ez úgy történik a dolog, én azt szeretem, ha a színház biztonságban van, tehát 2 szereposztással csinálok mindent, előadás nem maradhat el. Olyan nincs. Még úgy is volt, hogy 2 szereposztás mellett mindenki ugyanaz a szerepre alkalmas énekesnő beteg volt, és egy harmadikat kellett hozni. Don Giovanniban például. Tehát és nem találta, én az Eisensteint énekeltem 14 évig a Szinatárféle rendezéssel. Igen, tudom. A színházban, és hát tudom a szerepet kívülről, előről, hátról minden. És nem találtam másik Eisensteint, aki ráért, akit szerintem alkalmas akit volt. Akit ki lehet fizetni. Igen. És akkor azt mondtam, hogy a színházban, hogy gyerekek, ne haragudjatok, ez egyébként nem megyek bele, mert a másik Eisensteiner egyszer beteg lesz, akkor mi kifizetjük a jegyet, hogy mi lesz. És mondom, azt szeretném, hogy legyen az a fiatal srác az első, a kis Tivadar volt, legyen ő az első szereposztás, Eisenstein énekelje néhány előadást, és aztán én meg éneklek majd. De nem lehet egy szereposztással. Hát így akkor azt mondom, hogy jó, erre az alkalomra vissza. Hát ahhoz képest, hogy 2 évet kihagytál, fekszel a földön, a színpadon, és ott énekel, képzeld el. Igen, én lefekszem a színpadon, én elalszom, ő meg énekel. Jó, ez igen. De nem, és pontosan érzem, és tudom, hogy igazam van, hogy hallgatom a régebbi felvételemet, a egész fiatalkori felvételeimet otthon, és aztán meghallgatom az öregkori felvételeimet, és azt mondom, hogy igen, jól döntöttem, hogy abba kell hagyni. Miért? Jól döntöttem, mert szakmai füllel hallgatva ez a hang nem az a hang, mint volt 23 évesen, 65, hát 66 ezt nem nagyon értjük, mert mi ugyanúgy nézünk ki. És a hangunk is ugyanaz, mert vigyáztunk rá. Meg hogy mibe kerül azt elénekelni, már nem anyagilag, hanem fölkészülésbe, stresszbe, skálázás vagy hát a korlásban. Hát az ugyanaz volt, nem? Nagy, 20 évvel korábban nem, is az volt? Nem. 20 évvel korábban, 30 évvel korábban. Tudom én, amikor még a Pesti Operában énekelt, tehát még tag voltam itt 89-ig Budapesten, akkor egy évben voltam 80 előadásra kötelezve. Mellette, sok mellette volt filharmónia koncertek és külföld, ami azt jelentette, hogy pestiesen szólva orba szájba énekeltünk. Tehát gyakorlatilag nem kellett, szóval olyan, hogy most akkor... Nem kell gazdálkodni a hangjukra? Jaj, nem vigyázz a hangjára, nem kicsit sem vigyázz. Nem, annyira, nem. Tehát, hogy hát akkor az volt, hát arra voltunk szerző, tehát nem volt olyan, hogy ezt nem lehet megcsinálni, hát ezt meg kellett csinálni. De amiket én összeolvasgattam, hogy vigyáznak a világhírű művészek a hangjukra, az kamu?
De te nem hát, nagyon vigyáztál sosem. Arra vigyá, hát nem, mert voltam én nagyon beteg, de nem azért, mert elszívtam egy szivart, vagy egy cigarettát, vagy két pohár bort megittam, hanem egy tüdőgyulladás vírus. Amerikában az hosszú történet, meg az asztma, ami mindenféle személyes, mindegy, szóval hosszú ebben nem akarok belemenni, a könyvbe egyébként leírom részletesen, hogy mi történt. És ezek azok a, tehát én amikor úgy érzem, hogy most ezt, abba, egy például a bohém életet, én köptem a céket, meg a desszeket, mit tudom én, a Don Pasquale trombitás áriával. Ami ugye a tenornak egy csúcshang, a desz meg pláne csúcshang, tehát. És amikor a bohém életbe észrevettem, hogy nem tudom jól elénekelni a cét, akkor azt mondom, hogy köszönöm szépen, nem csinálom többet. Mert, és a darabnak a lágéját, a tesszitúráját, a fekvését a darabnak nem bírom, a drámaiságát nehezen bírom, akkor azt mondtam, hogy akkor ezt nem kell csinálni. Akkor kell egy másik szerepkört keresni, egy másik, és ebben szerencsém. És az nem lehet, hogy ez csak egy átmeneti rossz hangoltság? Nem, biztos, hogy nem. És amikor az ember elveszti azt az örömét, hogy júj, de jó, hogy megfürödhetek ebben a szerepben, és ebben a hangban, és ebben a frázisban, és ezt az örömét, és ezt a várakozást már reggel, hogy ott lehessék, ezt megcsináljam, ha ezt elveszítem, akkor nem szabad, akkor váltani kell, akkor más kell csinálni. Akkor jött a Peter Grimes, akkor jött a kisvárosi Lady Macbeth, jöttek ezek az egyéb dolgok, amiket viszont szinte gond nélkül oldottam meg, és nagyon szerettem. Tehát te minden... Akkor műfajt kell váltani? Magyarul? Nem műfajt, és repertoárt. Tehát, mint ahogy egy Júlia kiöregszik a Júliából, és egyszer lesz belőle Dada. Tehát egy másik... Rendben, de olyan szemben... Rendezésre gondoltam műfajváltáson, ja, hogy akkor írtam. Ja, hogy rende... Sőt, még prózát is rendeztél. Rendeztem prózát is, igen. A Mario és a varázsló. Sőt, most még úgy tűnik, hogy megpróbálkozom még. Most kaptam egy ajánlatot, illetve kértek, hogy egy kis szerepet, prózai szerepet játsszak el majd, és el fogom játszani. A szenvedélyes munkamániád, az a tanításra is kihat, mert abszolút. Látom, hogy ugyan tanítod őket évközben, elég sok meló lehet, de nyáron is hurcibálod őket, tanyaszínázba, Klasszaparton, a Balatonna, szóval nem engeded el ezeket a szegény gyermekeket, akik olyan boldogok a képeken, aranyosak, hogy... igen. Épp tegnap próbáltunk 4 órát, és gyapáltam őket, mert jövő hétfőn megyünk visszákra a Szarvas Józsi pajtájába varázsfúrás. Pajtába is viszi. Zeneakadémián éneket tanít, csak hogy a nézőket is húzzuk. Én a Zeneakadémián dalirodalmat, én rengeteg dal estet énekeltem 14 évig tulajdonképpen. Éppen akkor, amikor olyan változás volt a torkomban, hogy nem tudtam, akkor elmentem a könnyebb, nem stílusban, hanem a hangi igénybevétel szempontjából könnyebb. És akkor rengeteg dalt énekeltem, és több, meg kell mondjam, hogy több mint 1000-et. Tehát abban elég jó rálátás volt. Ez a Klukon Edittel, amikor csináltátok a dalesteket. Igen. És akkor arra kértek, hogy tanítsam a dalirodalmat, és mondtam, hogy jó. És ez az osztályom, aki egyébként mindenfélét énekelnek, az operát is, minden, azt mondom, hogy gyerekek, itt van ez a feladat, ki lesz a Tamino, Sarastro, Pamina, Papagena, első 3 dáma, és megyünk és csináljuk. És egy játékos, tulajdonképpen egy keresztmetszet, egy ilyen nagyon aranyos játékos. Én végignéztem egyet, amit a Balatonon fölvettettek, ez jó, teljesen. Mai, szóval nem korhű jelmezekkel, de jó pofa. Ezzel a varázsfogalán mindent lehet kezdeni. Most még csiszoltunk rá a tegnap egy kicsit, úgyhogy most ugye nincs... És a gyerekek boldogak, nem? Nem akarnak nyaralni menni, hanem nem, inkább... Nem, jönnek és csinálják, berakom a két pótülést a kocsimba, úgyhogy viszek 6-ot magammal. Nem kell nekik úti költséget fizetni. Ez a mindegy, szóval ez benne van. Én nagyon szeretem a fiatalokat, szóval az... És a tanításban van élvezet? Hogyne? A tanításban a legnagyobb élvezet az, amikor egy tehetséges gyerek egyszer csak ilyen fölkapja a fejét, és úgy érzem, hogy valamit oda tudtam fordítani őt valamerre, valami felé, ami aztán egy ilyen gyutacs, és akkor egyszer csak jó lesz valamitől. Ezt nagyon szeretem. De és hogy... hát különben a legnagyobb élvezet a dalirodalomban ebben az évben Richard Strauss-szal foglalkoztunk. Rengeteg Richard Strauss-t is énekeltem. És azt mondom, hogy gyerekek, idén csak Richard Strauss.
a dalciklusok, a Kramer Spiegel, a nagy dalok, de azok nem, amit mindenki énekel, tessék újat keresni, amit senki. Úgyhogy feladom nekik a leckét, és ott ül, önmagában az az élmény, hogy ott ülök 4 óra hosszat, és Richard Strauss-t hallgatok, és ezért még valami kis óradíjat is kapok, ez már önmagában, igaz, hogy elég kicsi óradíjat. Szerintem az az óradíj, ez nem komoly tényleg, ha a tanításból indulunk ki. Megnéznek ők téged a YouTube-on? Azt én nem tudom, én nem várom nem, el tőlük. Az rendben van, de sose mondták, hogy tanárról láttuk ebben vagy abban. De van, aki megnézi, van, aki mondta, rengeteg van fel a YouTube-on, sőt, hát jönnek ki hozzám, éppen most volt nem olyan régen a szokásos évi Nagy Kovácsi osztálybuli, ahol kihozom a gyerekeket, és eszünk, iszunk, sétálunk, zenét hallgatunk, tehát egy ilyen, és hát a szobámban ott van fönn, 3 méter hosszan, hogy Klukon Edith, Gulyás Dénes, Richard Strauss, Schumann, Wolf, Brahms, Schubert, végig Liszt. Ha kérik, kérik, ha nem kérik, én nem fogom azt mondani, hogy gyerekek, itt van, hallgassátok meg, milyen jó vagyok, nem mondok ilyet. Ha látja a gyerek, hogy ott van, és azt mondja, hogy tanár úr, ide adná, hogy lemásson, vigye fiam. De mindig ilyen voltam, én nem, soha nem mondtam azt, hogy fú, én akkor most tessék, és én hallgass meg, milyen, soha. Mennyire volt hosszú út egy a Metropolitanig, mondjuk? Tehát, hogy az egy gyors karrier volt? Gyors, mert... nagyon gyors. Igen, az tulajdonképpen hát nem is csak a Metropolitanig indult, de 76-ban, 77-ben is megnyertem egy versenyt Parmában, a Giovanni Cantanti Lirici című fiatal lírai énekesek versenyét, ahol második lettem, és akkor Olaszországban néhány ilyen, több mint hackney jellegű dolgot sikerült ebből szóval leszüretelni ebből a győzelemből. Például Menzon Lobgesangját a Pesko Zolival, a Rai zenekarral Milánóban, szóval volt belőle néhány jó dolog, és de hát az a Pavarotti verseny, hogy gyakorlatilag 81-ben, tehát 78-ban diplomáztam, és 81-ben már Amerikában énekeltem. Tehát ez elég gyors karrier, közben Hamburgban is énekeltem, Kölnben, Bonnban, de az hogy elmentem a világ végére. Érezte, hogy a lábai előtt hever a világ? Tehát nem hever. Nem érte meg, nem hogy hevert. Ez mekkora nagy szó? Nagyon nagy szó, nem ezt értem meg. Azt értem meg, hogy ez egy boldogság, hogy ezt tudom csinálni, és gond nélkül tudom a szerepeket elénekelni. De nem éreztem azt, hogy ez most aztán, tehát, ahogy mondta, hogy ez mekkora nagyon nagy dolog, ez soha nem volt bennem. Nem. Gyorsan adaptálódik mindenféle helyzethez? Vegyes népség egyébként az opera énekesek világa? Nagyon, hát mit tudom én, a fiatal Malfitánóval és a Cathy Butler-nel énekeltem Hamburgban a Malfitánóval a Traviátát, aztán New Yorkban vele a Massimanon, a Cathy Butler-nel meg a Szerelmi Bájítat, ő volt. Tehát ez egy hihetetlen, hogy tud énekelni mind a kettő, vagy tudott mindegy. És milyen előéletük volt? Arról kiderült valami? Hát mind a kettő Amerikában tanult, ott van egy elég jó iskola, de azért ő bennük a hozott anyag azért az nagyon rendben van, szóval azért az a nem. De egyszer olvastam valami kikötői munkásról, akiről maga beszélt. Az a Matteo Manuguerra volt, akivel Rigolettot énekeltem Houstonban, még el is mentünk a űrközpontba, és akkor fölvettük a helyzet. Nagyon aranyos, nagyon imádtam, ő soha nem. Ilyen UFO volt tulajdonképpen, idézővetében, mert az, ami általában az énekeseknek probléma, és amin küzdenek, és gyakorolnak, és dolgoznak, hogy az nagyon jó legyen, ő csak jött, kinyitott a száját, azt jött belőle gond nélkül. Tehát egy ilyen, van ilyen. Ő mesélt, hogy hát ő melózott is kikötőben, én aztán azt hiszem Montpellierben lakott, oda ment lakni, tehát csak átjött a tengeren, valahol Afrikában volt valami, ha jól emlékszem. Akkor ő sem és volt 40 éves korában, nem, 40 éves korában kezdte, tehát... Igen. Itthon-otthon, Nagy Kovácsi Pécs. Melyik az itthon, melyik az otthon? Kezdek megijedni néha, mert... Mert olyan... A blogodban olyan szerelmesen írsz Pécsről. Hát, imádom. Meg a színházról. A színház az majdnem, hogy azt mondom, hogy az egyetlen dolog, ami jelen pillanatban nekem
Persze, hogy hagyjuk a család, meg a gyerekek, meg mindjárt nagypapa leszek, úgyhogy még az, még majd plusz meg jön. Az egyik fiat bulópera énekes igen, lett. Igen, így van, és most tegnap éppen ő is énekli az egyik szerepet a varázsoló, és mondtam, hogy csettintettem. Na, ez így jó, ez jó. Tehát úgy azt mondtam, hogy oké, ez rendben van. Tehát, hogy megijedek néha, mert dolgozom Pécset, rendezem a Mannont, vagy most elfogom a Carment, fogom rendezni, és lent vagyok reggel, bemegyek 8:30-re, akkor hiába van itt 9 óra büfé, a Marci már odaadja a kávémat, hogy szoktam, bemegyek, igazgatok egy kicsit, utána próbálok 2-ig, délután még egy kicsit igazgatok, este 6-tól próbálok 9-ig, vagy ha nem próbálok, és akkor beülök és megnézek bármilyen előadást. Tehát ez egy olyan kötődés a színházhoz, a művészethez, a kollégáimhoz, a színészekhez, a büfés kislánytól, a jegypénztárban ülőkig és az irodában ülőkig. Ez egy hihetetlen kötődés, és nincs még egy olyan hely számomra a világon, ahol olyan szívesen vagyok, mint a színházban. Az otthon az egy más történet, tehát az otthon az más a család, meg az valahogy nagyon intim, meg nagyon privát szféra. Akkor ijedek meg egy kicsit, hogy most ugye 8. éve dolgozom Pécset, hogy vége van, és mondjuk pénteken azt mondom, hogy gyerekek, jó van, elereszem a péntek esti próbát, menjetek, tudtok mindent, és akkor beülök, tudtam 3-kor a kocsimba, és Zengő Várkonynál már van egy kis honvágyam vissza Pécsre, hogy nem fogom látni az esti előadást. Közben pedig tudom, hogy otthon a meleg pogácsa vár, meg a kutyám, meg a behűtött fröccsöm, meg a feleségem, tehát ez egy úgyhogy nem tudom, Kati, hogy ez most mi az itthon, meg az ott. Nekem így ez az egész így egybe az, ami az egyetlen valami, ami miatt érdemes egzisztálni, meg lenni. Szóval a művészetnél mindig ezt is írtam így a blogba, hogy számomra nincs semmi. Tehát semmi nem ér semmit, kivéve a művészet. Kis túlzással ezt merem mondani. Van még egy áriánk így a végére, úgyhogy Tomi, játsszuk be azt. És mi meg futólag előtte elköszönünk. Ez igazán egy duetta, de van egy kis áriózó részben. Köszönjük szépen, hogy eljött, nagyon élveztük. És akkor jöjjön az ária. Thank you.
az én kezembe tette le sorsotokat, most a végzet. És